Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szeretettel köszöntünk mindenkit a felvétel megkezdése alkalmából. Vendégstúdióban jelentkezünk, mert a miénk szétverés és összerakás alatt áll, úgyhogy semmiért sem vállalunk felelősséget, sem technikai, sem tartalmi oldalra. Mire elmentem és visszajöttem, szétvertek mindent. Igen, lapigazgatónk Balló Marci kitette a lábát az országból, meglátogatta az afrikai kontinenst, és azonnal atomjaira hullott a szerkesztőség a szó legszorosabb értelmében. És még itt a legelején elnézést kérek, egy picit be vagyok rekedve, ugyanis annyi port szívtam. Hogy is mondjam, nem olyan port, homokport. Igen? Én azt hittem, csak részegeskedtetek esténként a videókban, csak arról volt. Volt olyan is, de hogy valójában annyi port szívsz így Marokkótól délre, sőt, nem Marokkóban is, hogy egyszerűen ez volt a legrosszabb, hogy állna be van dugulva az orrod, és nem kapsz levegőt. És erre rájössz egyébként, hogy mennyire rossz, hogy emberen nem lehet légszűrőt cserélni. Igen, én fújtam az orromba sprét, és utána kifújtam az orrom, és ilyen gyakorlatilag homokot sikerült kifújni magamból. Milyen sprét? Hát ilyen légszűrőt tisztított? Adtak olyan sprét, majdnem, amit fújhatsz fülbe is, és orba is. Mindegy, hogy hova fújod, az kitakarítja. Igen. Máshova nem próbáltam. De ez a tengervíz oldat, hogy jellegű... Valami olyas. Igen. Olyat kellett volna, én is beteg vagyok, én a gyerek miatt, aki a bölcsödéből hozza haza a cuccokat, és pont ma kellett volna befecskendeznünk az orrába ilyet, de nem találtuk a frissen vásároltat, és én diadalmasan föltartottam a levegőbe, hogy itt van, megtaláltam, és mondta Anna a feleségem, hogy nem, az nem az, azt még az előző gyereknek vásároltuk annak idején, és megnéztem, és tényleg rá volt írva, hogy 2018-as gyártás, és 2018-ban járt le 2014-es gyártás és 18-as lejárat, és azon gondolkoztam, hogy valami, ami 4 évig eláll egy légmentes tárolóban, az vajon nem áll el akkor már ugyanúgy még 4 évet, vagy még 4 évet. Van az a pillanat, amikor egy ilyen hermetikusan zárt cuccról mégis úgy lehet dönteni, hogy eleve csak sós víz, hogy most már nem jó. Hát lehet, hogy valójában erről a Wintert kéne megkérdezni, mert ugye ő csinál mostanában olyan videókat, hogy ilyen 10 éve, 20 éve lejárt söröket kóstolgat, és azok sem mindig hihatatlanok, sőt. Én is azt feltételezem, hogy ezt kibírta volna, és annak idején Orosz Péter ex kollégánk évtizedeken keresztül, ha jól emlékszem, 30 éven keresztül őrzött egy amerikai belföldi repülőgépjáratról mentett, eredeti, még cukorból készített, tehát nem ez a kukorica szirupos édesítésű kólát, hanem amilyen a Coca-Cola volt, mielőtt elkezdték volna ki optimalizálni Isten. Volna a költséget belőle, és még rendes cukorral készült, és írt egy kiváló, nagyon hosszú eszét a Totálkár hasábjaira arról, hogy milyen volt az eredeti kóla. Nem szeretném lelőni a poént, ha valakinek van minősített Google keresési szakértelme, úgyhogy járt ki ezzel kapcsolatosan valamilyen felsőoktatási intézményt, akkor szerintem egy ilyen 20-30 perc ráfordításával lehet, hogy meg lehet találni. Két ponton tudnék becsatlakozni. Az egyik, hogy van friss orrspring, most éppen Marrakesnél tart, de jön haza. Igen. Tibivel ugye ő még úton van. A másik pedig jó, hogy mondod, hogy a Coca-Cola. Két dolog értékelődött fel bennem rettenetesen a Bamako, illetve Afrika alatt. Az egyik a Coca-Cola, mert hogy az egy darabka nyugat, és nagyjából bárhol lehet venni. Mindenhol van. Ahol van bolt, én voltam, hogy megvettem az egész boltot, teljesen kivoltak, mert volt 6 kólájuk, 2 Red Bull, 5 zsemle, vagy annak látszó pékárú, meg volt 10 tojás. Ez egyébként egy ide szúrandó zárójel, hogy ha belegondolunk, azért ennél drámaibb dolog a világ sajátos működésében így 2024-ben nem nagyon van, hogy el tudsz menni Afrikának egy olyan szegletébe, ahol az emberek jelentős részének semmije sincs, effektíve egyáltalán semmije sincs, és a termék, amit meg tudsz venni a boltban, az nem étel, hanem Red Bull és kóla. Van ilyen drasztikus árkülönbség, amit te láttál, hogy a legolcsóbb és a legdrágább kóla, mert nekem van? Nekem fogalmam sincs, de mi már Marokkónál elvesztettük, hogy mi mennyibe kerül. Nem számoltátok? Nem, a pénzváltások elég egyedien történtek, hogy Tibivel egy pénztárcát használtunk, ahol beraktuk az eurónkat, és ha megérkeztünk ugyanannyit, ugye mind a ketten, és ha megérkeztünk egy országba, akkor az első embernek, aki odajött, hogy change, neki odaadtuk, majd elvettük, amit adott, és kérdezte, amikor kérdezte, hogy elég lesz-e, mondtuk, hogy szerintünk ez egy kicsit kevés, akkor adott még, és akkor arra mondtuk, hogy ez már elég, mert egy csomó pénz volt, és egyébként volt olyan, hogy utána számoltunk, és hogy nem vertek át ezzel. Úgyhogy ezzel nem szívtuk meg, azzal szívtuk meg a végén Sierra Leone-ban, hogy náluk 2 bankjegy van forgalomban, mind a kettőt Leone-nak hívják, és ugyanúgy néz ki. Csak az egyikből levettek 2 nullát.
és az egyik úgy számolódik, hogy 1 euró 23 ezer leone kb., a másik meg 230. És ott megérkeztünk, adtunk egy csomó nem is eurót az első embernek, ő megadott egy köteg leónét, és hát én azt hittem, hogy az ott 4,5 millió, úgyhogy így úgy kalkuláltunk. És most rögtön a végére ugrunk a sztorinak, ebből a szempontból ez egy kicsit szerencsétlen, de hogy parkolóban jöttek gyerekek lemosni az autót. Egyébként csodálatos, hogy egy teljes mezőnyt, ami 250 autó, az egy vödörre le tudják mosni. És, ez a víztakarékos mosás. És csak 15 euró egyébként per autó. És nekik adtunk még leónét, mert tudtuk, hogy úgyse ér semmit. És nem tudtuk utána lerázni őket, és nem értettük, hogy hát most mi van, miért jön ide minden gyerek, hogy csak hozzánk. És mindenki forever, together, my friend, please. Kadó. Kadó, hagyd legyek veled, csak közel légy szíves, best man, world, welcome, everything. És akkor rájöttünk, hogy elkotáztuk egy kicsit a leónét, de maradt még, úgyhogy akkor kénytelenek voltunk a rendőröknek osztogatni pénzt, és megkérni őket, hogy a gyerekeket most már így este 10-kor vigyék el, nem tudunk lefeküdni, és amit érnek, azt elveszik és viszik magukkal. És akkor már a rendőrök vigyáztak ránk. Megbeszéltük, hogy a mi sátraink a homokos tengerparton azok legyenek biztonságban. De ennek az lett a vége, hogy ők azt mondták, hogy oké, és letelepedtek egy 8-an a sátor mellé, és onnantól azért nem tudtál aludni, mert ott beszélgettek egész este, és zseblámpáztak, meg kacaráztak, de hát biztonságban voltunk, csak már nem volt pofánk azt mondani, hogy úgy legyünk biztonságban, létszi, hogy nem vagytok itt. Ad még egy kis pénz, csak csönd is legyen. Lehet, hogy ez lett volna az üzleti modell. Lehet, hogy ezért csinálták. Igen, minden újabb és újabb vágyatokért kellett volna egy kicsit fizetni. De ne rohanjunk, szerintem ez a legvége volt, vagy már az utolsó napok. Ja, esetleg át is köthetnénk ezen a ponton azzal, hogy Subarukat láttatok, ha már itt egy csomó leóne felmerült. Nem volt Subaru. Ez nagyon érdekes, hogy az afrikai kontinens az hogy szűri meg az autókat. Hogy volt olyan pillanat, az egyik videóban emlékszem, amikor azt mondtad, sajnos nem emlékszem, hogy éppen akkor hol jártatok, hogy lényegében kizárólag Toyotákat látni, és az összes vágóképen, ameddig a szemmel látott, kizárólag Mercedes volt valójában. Igen, Toyota, és ott voltak egyébként Toyotás vágóképek is, csak hát az nem került bevágásra akkor ezek szerint. Mauritániában vannak kizárólag Toyoták és Mercedesek, és ami nagyon érdekes, hogy azt figyeltük meg, hogy a francia, volt francia gyarmatokon, ahol francia hivatalos nyelv és minden ilyen kis franciás, ott Mercik vannak és Toyoták. Mert amikor átmentünk az angol gyarmatra, Sierra Leone-ba, ott viszont hát Renault eredetű Nissanok vannak. Igen. Igen. És mi a helyzet a legendás régi Peugeot 500 sorozattal? Peugeot mindenhol vannak, Peugeot bárhol látsz ledobva, és egyébként régi, nem tudom mi a típus, kogyadali, régi Land Rover Defender, ez a kocka, amiből látsz egyben lévő példányokat is, és nagyon sok az olyan... Nem értem, hogy lehet, hogy Nyegló még nem mormogta be a számot baloldalra. Széria akárhány, nem tudom. Ja. Ez széria legeleje lehet, még azok a nagyon lemezből épültek, és van egy csomó olyan, aminek levágják a tetejét, de úgy, hogy az A-oszlop, B-oszlop, C-oszlop aljában, és mint egy cabrio úgy üzemel, és nem tudtuk megfejteni, hogy miért, mert ez pont Mauritániában van, és ott állnak a tető nélküli autók, és én láttam akkor ilyet, hogy... Nem lehet, hogy ez a felborulás utáni legolcsóbb javítás, hogy egyszerűen elvágni az oszlopot tőből? Nem tudom, mert ott áll a kisház, vagy hát relatíve hívhatjuk... Hát ezek alvázas baszkok. Hívjuk kisháznak, vagy ilyen lakó dolog, és ott áll mellette, mint egy amerikai filmben, tök aranyosan. Annyi, hogy körülötte por van, szemét, meg kövek, de hogy az itt elég rendszerezettnek tűnik egy részen, és csak ilyeneket látsz. Nem tudom, hogy ott borulnak el a legtöbbet. Nekünk nem sikerült borulni, pedig közel jártunk hozzá, de Tibi megoldotta. Mikor voltatok a legközelebb a boruláshoz? Hát a második nap Merzugába megy a mezőny, Merzuga a sivatag kapuja, onnan indul ez a homokozó rész, és amit én azt gondoltam, hogy az egész Szahara az egy ilyen óriási homoktenger. De nem, mert ott ergek vannak, ergeknek hívják a dűnetengereket, ezek viszonylag kisebbek, olyanok, mint mondjuk egy ország. De hogy, igen, mint egy Magyarország. Igen. És akkor az ott homokos, de utána kemény az alja, és kő van. És akkor Merzuga az ergcsebi dűnerendszer mellett van közvetlenül, ami azt jelenti, hogy megérkeztünk este, reggel pedig azt mondták, hogy menjünk ki a dűnék közé, próbáljuk, hogy mit tudunk, mit tud az autó, kicsit tapasztaljuk meg, mert ez olyan kis lájtos. És egyébként egy másfél-két órán keresztül így tök jól mentünk, nem akadtunk el sehol,
Majd volt egy pont, ahol ugye azt tanultuk a dűnézésről, hogy átmész rajta, tartod a gázt, nem veszed el semmiképpen, még mielőtt átbuknál a gerincen. A gerincen sem veszed el a gázt, hanem amikor már az egész autó átbukott, és már lefele nézel, akkor megállsz, és körben nézel, hogy hova érkezel kb. És ha szerencséd van, akkor nincs ott senki. És végig ezt tartottuk, és egyébként ez frankon működött. Csak volt egy olyan pont, ahol átbuktunk az elejével, de ott elindult velünk szemben egy másik gerinc, mint kiderült, felülnézetből egy T betűbe érkeztünk bele, és akkor ott a másik gerincre már elrántottuk picit balra, aztán elkezdett dőlni, és akkor Tibi úgy döntött, hogy gyorsan letolatunk, mert az a legjobb ilyenkor, és nem borultunk fel. Majd a következő ilyen gerincen elakadtunk a rákba, és akkor... Akkor végre elvesztettétek a lapász hüzességeteket? Ott nem, azért annál kényelmesebbek vagyunk mindketten, hanem hallottuk a Cayenne-t bőgni, mert azért az elég messziről. Igen, van egy rettenetes nyitott, kipufogó rendszerű V8-as Cayenne. V6. Az V6? Aha. Így tud szólni egy V6 a hangyászon kívül is? Aha, az fantasztikus. Nagyon durva. Nagyon jó hangja van. Az egy annyira jó autó, és úgy ment ott a homokban, hogy azt csodáltuk, hogy itt szökelt gyakorlatilag. Igen. De aztán annyira szökelt, hogy Levente végugratta vele a fél országot, meg utána még több másik országot, és a hátsó gátlók azok elköszöntek. De lett helyette Tuareg, hát a gyári gátlóit megkapta, és akkor egy kicsit megült a hátulja, de addig a pontig az a Cayenne, az tökéletes volt, és motorikusan, meg minden más tekintetben igen. Hát plusz a felvételek tanúsága szerint lényegében a félmezőnyt táv különböző részein megmentette, húzta maga igen. után, tehát hogy egy elég jelentős munkaösmérként dolgozott. Levi mindenkit, ha valaki elakadt, akkor hívta a Leventét, mert tudta, hogy ő egyébként egy tök segítőkés rác, és szereti az autóját, meg szeret úgy látszik segíteni másoknak, és ő húzogatta ki az embereket. De ez azért van, mert ő volt ennyivel rutinosabb, vagy ügyesebb az átlagnál, vagy valamiért ennyire kilógott a Cayenne az alapadottsága. A Cayenne azért, mert szerintem az elején megegyezte mindenki, mert azért nem minden napi látmány egy ilyen anyáig megépített manuálváltós V6 benzin Cayenne a sivatagban, meg a Levi egy olyan srác, akit úgy tudod, hogyha megkérsz, akkor ő nem fogod hagyni, mint hogy egyébként végül Nívás Matyit sem hagyta ott. Ugye itt, aki követte, vagy azok kedvére, akik nem követték a történetet, jött velünk egy Níva, akivel útközben barátkoztunk össze, és mi Tibivel inkább a táj szépségére mentünk, ezért nem volt gond tartanunk a 80-as tempót a Níva előtt, úgyhogy együtt kocsikáztunk, és a vége az lett, hogy a Nívának a váltója. Először az egyik fék ment el, ott egy szerelési hiba történt még a marokkói szerelők részéről, aztán Freetownban már a váltó is rossz volt, az huszogon keresztül bejutott a homok, és akkor az egésznek a vége az lett, hogy nem tudták pótolni, mindent tudtak pótolni Freetownban. A Cayennehez strandpapucsban egy este alatt szereztek kardán tengelyt, egy másikat, ami jó volt, pedig csak a csukló vagy a csapágy kellett volna, és mondták, hogy ez egybe lesz tesó, és hozták 300 euróért, még nem is volt drága. Hát azért az ott a környéken elég sok pénz lehet. Hát a környéken igen, de hogy arányaiban az, hogy ott az éppen kellett, az ahhoz képest nem volt, és akkor a Cayenne összeállt, a Niva nem, de a Levente egész pontosan tudjuk, hogy 3470 kilométert vontatta egy rántókötéllel át négy országon keresztül a Nivát. És hogyha valaki látott erről felvételeket, én láttam ott, szegény Matyi nem tudott annyival haladni a Nívával, amennyivel szeretett volna, mert Levente így berakta 120 tempomatra még valahol Freetown vége táblánál. És az lobogott mögötte a szegény Níva. És mögötte a Níva élete átlagsebességét produkálta. Níva annyit soha nem ment előtte. Egész Károly bácsi frak mögött, amikor így a vízla meglátja valahol a macskákat, és így lobog mögött. Igen, annyi volt a gond, hogy egészen jól bírta a Niva még így is a vontatást, de egy nagyon fontos pont van, amire nagyon kell vigyázni, hogy semmiképp se ragadj, se délnek, se északi irányba a Marokkó és a Mauritán határ között. Mert ott van egy szaharávik által visszafoglalt határrész, az egy néhány kilométer, ezt úgy becézik, hogy a senki földje. Ugye itt úgy működnek a határátkelések, nem egy nincsen Schengen meg ilyenek, hanem van egy kilépő oldal, aztán egy belépő oldal, csak itt a kettő közé befurakodtak a szaharávik, és azt ott felaknázták. És nincsenek törvények, ott nincs állami igazgatás, nincsenek katonák, semmi nincsen, ezt tudják a rablók is, aki ott megy, azt megpróbálják valahogy lehúzni, fegyverrel, akárhogy. És azt írja az itiner, és minden internetes oldal tájékoztató bármi, hogy Afrikában egy helyen ne ragadj, az a senki földje,
a kettő határ között. Most ehhez képest 7 órakor zár a határ, 6:50-kor tört el valami csavar a Nívában, a kormány közelében, nem tudom pontosan mi, de hogy eltört egy csavar, és az volt a szerencse, hogy egy a Cayenne-nek a bölcső csavarja pont tippelt oda, vagy pont jó volt oda, és ezzel ki tudták vontatni Mauritániából, de aztán bezárták előttük a marokkói határt. Jó. Úgyhogy sikerült ott maradniuk este. De ilyenkor az, hogy odaérsz 7 óra 3 perckor, és kopogsz, és ott a rossz arcú határőrök mondják, hogy sorry. Ez kb. Ez egészen pontosan így volt leírva mindenhol, és addig álltak ott, meg egyébként szerintem látták, hogy akció van a Nívával, és hogy valami közeleg, hogy egy órával utána kinyitották nekik a határt, és átengedték csak őket. Oh. Úgyhogy, de ezt be fogjuk hívni őket, és el fogják mondani pontosan, hogy történt. Én nem voltam ott, amit egyébként nagyon sajnálok, mert azt látom, hogy a hazaút az legalább akkora poé, mint a lefele út. Csak visszafele sokkal szabadabb, vagy kicsit több időd van azért. Ezért, amit mi csináltunk, az a 3 hét, ahogy délnek mentünk, az egy elég komoly veszélyfutás a napi 700 kilométeres etapokkal. És amikor örülsz neki az itinerből, hogy a mai nap csak 200 kilométert kell menni, mert a végén rájössz, hogy az ugyanúgy 17 óra vezetés, és azért 200 kilométer, mert olyan szarutakon mentek, sziklákon, meg mindenen, hogy egyszerűen egyel haladsz, akkor mégse örülsz a kisebb távnak. És ugyanakkor vannak az 1100 kilométeres, volt egy 1100 kilométeres nap, ahol beraktuk tempomatba az elején, 1100 kilométer nyíl egyenes út Marokkó óceán parton végig. Ott a motorosok gyorskötözővel húzták meg a gázkart, mert már elegük volt abból, hogy és egyébként tök jó az aszfalt, de baromi unalmas, úgyhogy ugyanúgy kellett menni rövidebb, mint hosszabb távokat. Mégis összességében nekem az a véleményem, hogy a Bamako egy 20%-ban szól az autózásról, meg a vezetésről, a többi az mind a helyzetek megoldása, meg a túlélés. A néprajz tudomány. Igen, meg úgy, mint minden. Ugye a Bamakóról nagyon sokan rávágják lazán, és én is ilyen voltam, hogy hát egy Trabanttal végig mennek, meg egy Warburga végbennek. Az is volt régen a híre, hogy a Villám Géza kitalálta ezt a tragacsokkal, elmegyünk Afrikába, kicsit jótékonykodunk, kicsit jól érezzük magunkat, és van benne azért annyi sport, hogy hát így a fehér ember elmegy jól érezni magát a civilizáció peremére, de azért úgy, hogy baj ne lehessen ezzel a hangütéssel, ami nem is volt mindenkinek első hallásra rokonszenves, és aztán ebből lett ez a fura rendezvény mostanra. De igazából két dolog derül ki, az egyik, hogy nem is annyira fülléres autókkal megy a többség, a másik meg az, hogy igazából nem is olyan, nem, hogy igazából lehet baj. Igen, szóval bármilyen autóval indulsz el, ott ha az autó túléli, akkor az tök mákod van, és nem kell szerelni, örülsz neki. De ezt én mindig azt mondom, hogy a kisebbik része, ugye itt olyan országokon mész keresztül, ahol nem nagyon vannak felkészülve a fehér emberre, ahol fel vannak készülve, ott azért, mert azt gondolják, hogy nála van a pénz, és attól el kell venni valahogy. Vagy kamubüntetéssel, vagy kéregetéssel, vagy kéregetés utáni kődobálással, aztán ti is kaptatok ilyet. Olyaj, igen, szóval, az Afrika ökorészen volt szóval egy hónappal korábban, és hát az volt az egyik legkomolyabb helyzet, amikor Mauritániában egy ilyen ártatlan tankolás után elég sok helyi arc azt gondolta, hogy gond, hogy miatt nem adtunk senkinek semmit. És hát konkrétan kővel sikerült megdobálni a két autót, és a Pajero-nak, amivel a Szalai Balázsék jöttek, betörött a hátsó üvege. És akkor gyártani kellett izérből ilyen szponzor fóliából. És ez még Mauritánia, utána, ahogy elindulsz itt Szenegál, Guinea, szóval ebbe az ekte fekete Afrika régióba, ott azért eléggé durvul a helyzet. Mauritániában például még vannak házak, és azután egyszer csak így megszűnik. Mauritániában még fehér a homok, utána átmész ilyen tapadós vörös homokba, amit sehol nem írnak, hogy az mindenedre ragad, én nem tudom mitől, de ragad. És szóval a lényeg, amit mondani akarok, hogy olyan helyzetekre kell olyan gyorsan reagálni, amikre nem lehet felkészülni előre. Volt olyan, akire fegyvert fogtak, volt, akit letérdeltettek, volt, akitől elvették az útlevelét. Volt olyan, akitől úgy vették el mindenét, hogy a reptérre Nouakchottban, amit mi már a végén csak novicsoknak hívtunk, a reptérre egy darab útlevéllel érkezett az egész tím, mert ellopták mindenüket, és még a rabló állítólag utánuk ment, és még a reptéren elvett tőlük valahogy 1000 eurót. Nem voltam ott megerősíteni, nem tudom,
A lényeg akkor az, akkor azt jelenti, hogy az első körben nem volt kellően körültekintő a minden elvételével. Igen. Nem volt alapos. Igen, igen. Nekünk egy ilyen inzultusunk volt Guineában, ahol ott leírja az itinár, hogy Guineában nagyon vigyázz, mert nem szabad papucsban vezetni, mert veszélyes. Ehhez képest négyen ülnek egy 50 köbcentis motoron, strandpapucsban mindenki tapossa a kipufogót, és a 9 méteres ilyen halálpiramisok tetején még ketten lobognak a batyún. Úgyhogy, de papucsban ne vezessen autót az európai ember, és semmi gond, erre fel is voltunk készülve. Megállított minket egy, ő nem volt túl szimpatikus, kinézetű helyi fekete katona, leúztuk az ablakot, megnézte a lábainkat, rajtam papucs volt az anyósülésen. És ez egy 50 euróba került, mert végül annyira agresszív lett a faszi, hogy inkább azt mondtuk, hogy tesó, inkább fizessük ki, ezt menjünk, és utána alig álltunk már meg valakinek, ha rendőr volt, hanem, de ezt elkönyveltük annak, hogy ez most Afrika, és neki kellett 50 euró valójában, hogyha nem lett volna rajtam papucs, akkor az lett volna a problémája. Úgyhogy rengeteg hasonló helyzettel találkozunk nekünk a Radisonba, amit azért foglaltunk, a legdrágább hotel volt a környéken, már egy éve be volt foglalva, ott közölték az érkezéskor, hogy sajnos nincsen szobánk, mert eladták. A mellettünk lévő szomszéd magyarok... Úgy voltak vele, hogy úgy sértek ide ezzel a szarra. Úgy sérünk oda, igen. Amerikai kótvánnyal minden kilométer ajándék. Igen. A mellettünk lévő egyik társaság úgy vette át a szobát, azt hiszem el is küldtem videón a csoportba, hogy ki volt készítve a glettvas, be volt keverve a glett, meg ott volt a létre a Radisson 5 csillagban, és akkor látták, hogy hát helyzet van, úgyhogy felglettelték a falat, ahol kellett. Majd jött az úr a Radissonnak a karbantartója, és meglepődve tapasztalta, hogy fekszenek az ágyon, és kész a fal. Már nincs úgy, munkája akkor, szegénynek. Nem, elvettétek a helyiek munkáját. Hogy akkor lefesti a vizes glettet, úgyhogy akkor lefestette. Hát úgyis hamar szárad. Úgyis. Úgyhogy ez az állandó helyzetekre reagálás eléggé leszívja az energiát az embernek. Mi a második naptól már hullafáradtak voltunk. Aztán átestünk valami holtponton, és kb. Az életünkért küzdöttünk, amellett, hogy úgy olyan jól éreztük magunkat, mint még az életben soha, mert úgy kikapcsoltunk, ahogy én nem tudom, óvodáskorom óta nem kapcsoltam ki ennyire, hogy azt tudom, milyen nap van, és ha megkérdeztem a mellettem állót, ő se tudta, és valójában senkit nem is érdekelt. És már nem is tudom, valakivel beszéltem telefonon, aki én elzárkozom a politikától, és egyáltalán nem érdekel, de valaki mondta telefonban, hogy úristen, lemondott a Novák Katalin, mondom, figyelj, tesó, tegyük le, mert nincs vízünk, és most azt kéne szereznünk, hogyha bontom a vonalat. Azok az élet igazi problémák. Mert hogy az ilyen Maslow piramis aljára mész vissza, és azokat a problémákat kell megoldanod, hogy hol fogsz aludni, mit fogsz enni, mert az... Szerintem nekünk Marokkótól lefele, Mauritániától már nem volt egyértelmű, hogy hol fogunk enni, és vajon mit. De nem úgy volt, hogy volt nálatok több köbméter löncshús konzerv. Nem, vittük magunkkal, de azt így próbáltuk tartalékolni, hiszen Tibinek a hazaútra is kellett. Há, igen. És annyi már azért nem volt, úgyhogy... Egyébként az konvertibés valutaként nem volt felhasználható a konzervbabfőzelék? Minden felhasználható, nincs. Bármi. Hát márkás póló főleg. Én volt, hogy a tegnapi pólómat adtam oda fizetségként már valakinek valamiért. Ja, igen, ez Dindefelóban volt, ami, ha jól emlékszem, még Szenengált talán, de legalábbis a környéke. Reggel felébredtünk, vagy labéba, tök mindegy, és jött egy arc, és kérdeztem, hogy tudná-e pénzt váltani. És mondta, hogy hát ticső. Mondom, tesó, én nem tudok így franciául, ticső. Ticső, money exchange. Na hát, ő pólót akart, a ticső az a t-shirt volt, és mondtam, hogy hát nem tudok most vasaltat adni a helyzetre tekintettel, de hogy egy tegnapival esetleg megajándékozom, ki kéne mosnia. Hát az egyáltalán nem érdekelte, és onnantól kezdve 44 fokon másfél kilométer gyalogolt előttünk a jeep előtt, hogy elvigye minket egy utcába pénzt váltani, ahol egy ipartelepre érkeztünk, óriási nagy 4 méteres vaskapu, ott álltak blázzal a helyiek, ilyen fekete munkás formák. Mondta az ember, hogy Tibi maradjon a kocsiba, én meg menjek be akkor a pénzzel. Mondom, Tibi, 5 percig nem jövök ki, gyere, utána tudom mi a dolgot. Borsd le a házat a jeep-el. Igen, akkor törj át mindent, üss el mindenkit. Bementem, bevittek egy lapos épületbe, egy ilyen üresen álló, vagy egy ház volt ugye semmi közepén, ott a ipartelepen. Becsukták az ajtót, és bezárták. Mögöttem, és bennült egy ilyen Pablo Escobar 2 forma,
előtte kis karton dobozkák az asztalon, 10x10 centis papírdobozok. Hát az ült a bőrfotába, mondom, úristen, ez most itt lelőnek, megölnek, vagy nem tudom, hol vannak a kamerák, bárki. És akkor kérdezte, hogy okay, friend, how can I help you? Hát mondom, akkor van 400 euró, általában 400 eurót váltottunk, mert ezt kettő-kettőt beledobtunk. Na, van 400 euróm, és akkor kéne ilyen helyi pénz, vagy nem is tudom, mi a neve. Hát mondta, hogy jó. Kinyitotta a széfet, benyúlt, belemarkolt, odaadta, hogy ez így, akkor így jó lesz? Súlyra annyi. Hát mondom, figyelj. Marék. Iránézésre szerintem egy little more, kicsit kevés. Benyúlt, adott egy ilyen fele annyit még, szóval most már akkor ez jó lesz. Hát mondom, néztem a faszit, mondom, figyelj, most már ez így jó. Majd mentünk kifele, és akkor aki kapta a ticsőt, ő megegyezte, hogy hát el is hozott ide, és még mindig itt van, de hogy akkor elbúcsúznánk, és akkor, hogy valami hála. És adtam neki egy darab ilyen bankjegyet, mondta, hogy ez gyakorlatilag nullát ér, hogy adjak már neki kettőt. És akkor adtam neki kettőt, tehát így változ pénzt. Ez volt az egyik ilyen alkalom. De mások sem voltak ennél valamivel felkészültebbek? Tehát nem volt ilyen, aki úgy megy be egy ilyen helyre, hogy tudja, hogy mi a helyi valuta, amit ilyenek, kapni fog, és megszámolja? Vagy ez nem is jó? Ilyenek, nagyon ritkán találkozol másokkal, mert a haladási ütemednek megfelelően nagyjából így találkozol egy 30 fővel, akikkel kb. Egy tempót diktáltok. De hát én még a célban is láttam olyanokat, akiket soha. Autókat is, még eladó kocsikat is, hogy mondom, te ez hogy kerül ide? Azért itt elindul 300 autó, és idén ebből megérkezett 251, és ebből egy 30-ra emlékszem úgy, hogy ezt úgy gyakran előfordult a közelünkben, és akkor dumálgattunk, meg együtt kajáltunk, meg együtt iszogattunk, de az összes többit azt kb. Mintha sosem láttad volna. Én nem tudom, hogy ők hogy működtek. Ebből a szempontból biztos, hogy volt, aki nálunk is profi, minket annyira nem érdekelt, mert már az elején rájöttünk arra, ami a Bamako, meg az egész túra nagy tanulsága, hogy mi rettentő előítéletesek voltunk mindenkivel. Hogy majd úristen, meg akar ölni, le akar lőni, azért van rajta a nagyfejérő alatt a bomba mellény, azért, hogy lehúzzon, meglopjon, átverjem, csaljon, stb. És már Marokkó vége felé rá kellett jönnünk, hogy ezeknek az embereknek ott a csóróságban már tényleg semmiük nem maradt, csak az, hogy emberek maradnak és segítenek a másiknak. És nem csesznek át. Ott is vannak rossz emberek, nem erről van szó. Biztos van, aki átcseszett volna, vagy át is cseszett, nem tudom. De hogy a többség az annyira próbál asszisztálni a dolgaidhoz, és megérteni, hogy neked milyen nyomorod van éppen, hogy utána, ha kézzel, lábbal is, de ő segít. Már Marokkóban feltűntek a dzsavák, mi úgy hívtuk őket. Azt érdemes tudni, hogy a Lucas Arts, ők a dzsavákat, azt nem kitalálták szerintem, hanem a marokkói barna ruhás, fekete bőrű, szottyattarcú ilyen emberekről, akik így mindenhol feltűnek, róluk mintázták szerintem. Mert ők is hajókat szeretnek bontani? Azt nem tudom, hogy szeretnek-e bontani, de valami, tehát ők így mindenhol ott vannak, és az a vicces, hogy megállsz 400 kilométerre. Tehát a dzsaváknak az volt a legendája, hogy megállsz mellettük a jeeppel, kiszállsz pisilni, és mire visszamész, addigra a négy kereket ez, már elviszik reciklálni. Tudat alatt ez lehetett bennem, mert hogy én paráztam tőlük, megálltunk bármitől 200 kilométerre, embert nem láttunk sehol. Megálltunk pisikélni, és 5 percen belül előkerült egy dzsava. Addig nem látsz embert, amíg meg nem állsz. Igen, és ha megállsz, előjönnek. Nem tudod honnan. És volt egy ilyen jelenet, ahol Asszába, vagy már nem is tudom, hol reggel 5.30-kor megálltunk tankolni, hogy akkor aznapra oké legyen. Én ültem a kúton, Tibi ott kiszállt, keresgélte a lóvi, stb. És egyszer csak egy valaki belevágott a jobboldali ablakba. És elnéztem jobbra, és a sötétben egy 80 éves szottyattarcú barna csúhás dzsava ott állt, ott, biztos be akar ölni, belevágott az ablakba, csak akármi, és mondom neki, magyaráz. Tesó, ne arugj, de nem tudok franciául, meg, és akkor magyaráz még, mondom, sehogy sem tudok, angolul tudok. Magyaráz mondta, hogy akkor inkább hagyjuk legyintet, és kiderült a végén, hogy csak annyit akart szegény segíteni, hogy elmondja, hogy alszik a kutas, de akkor ő most elmegy és felébreszti, de ezt elengedte, úgyhogy elment és felébresztette, majd végignézte, hogy mi hogyan tankolunk. És ezek az arcok bárhol előkerülhetnek, ez egy ilyen, őket úgy meg kellett kedvelni, és a végén már vártuk, hogy mikor jön egy dzsava. Majd egyszer foglaltunk szállást, az egyébként lehet, hogy pont szintén Assa volt, ahol egy sárhotelba érkeztünk, egy ilyen vályogépítménybe, az volt a hotel. Mert a Booking nem hozott találatot, a TripAdvisor 0 találatot hozott. Biztos úgy van, mint
a Waze-ben, hogy így be kell külön X-elni, hogy a földutakat is akarod-e használni, és ugye ez van így a földépületekben, Sárhotel, és így az, hogy jé, kunyhó, Sárhotel, szalmabálák, és ezeket kiX-eld, akkor ott lett volna. Este 11-kor megérkeztünk így a címre, ott álltunk Tibivel, de mondom, tessék, ezt most befoglaltuk, ugyanis a Google talált 2 hotelt, és abból a jobbik 4,3-as értékelésűt választottuk, és ez volt a cím, mondom, itt most meghalunk, mondom. Azt mondja, mit csináljunk? Hát mondom, figyelj, egyszer élünk, menjünk, nézzük meg, mi van. Kiszálltunk, és egy nádasból előjöttek arab srácok strandpapucsban, hogy akkor ők a hotel recepciósai, meg így az igazgató is egyben, és mondták, hogy fáradjunk be. És már voltak magyarok a háztetőn, vagy a hotel tetején, ami nem teljesítmény, mert amúgy egy emelet így, ugye, vályokból. Mondták, hogy készüljünk, mert ez itt most elég erős lesz. És egyébként kaptunk vacsorát. Hoztak tajint. A tajin Marokkóban egy ilyen csúcsos kerámia tálat kell elképzelni, abba valami készül. Egy kerámia gyakorlatilag. Hoztak csirkés tajint. Egy nagyon kellemes tudsz egyébként, hogy a fővés meg a sülés között ilyen félúton van így állagra. Szerintem az van, hogy egyébként az fő a kerámiában, és amikor leveszik a tetejét, akkor így sül is. Vagy így. Nem tudom, előtte köfte tajint ettünk, az ilyen húsgolyó volt, tiszta IKEA feeling, ez pedig éppen itt most csirkés tajin volt zöldségekkel, marokkói salátával, kúlával, meg friss kemencében sült kenyérrel. Szóval már nem indultunk annyira rosszul. És ahhoz is van kóla, annyira. Kóla mindenhol van. Tényleg. De figyelj, az a vicces, hogy a kóla az iható. Az összes többi, hogyha találsz Sprite-ot, meg Fantát, az fos. Cukor íze van. Cukor ízű szénsavas víz. Viszont a kóla... De ez az... mennyiben nem felel meg ezeknek az italoknak a normális definíciója. Most ezt próbálom elmagyarázni, hogy a kóla az ugyanolyan kóla, mint itthon, viszont a Sprite-nak nincsen, a Fantának nincs egy picit se narancs íze. A Sprite-nak sincs. A Sprite-nak milyen íze van? Sprite íze? Citrom. Szerű. Szóval akkor lehet, hogy ott nincs is rajta az a rendkívül szórakoztatóan cínikus figyelmeztetés, ami a magyar fantákon, ha jól emlékszem, rajta szokott lenni, hogyha valamilyen furcsa dolgot látsz az üvegben, az természetes az a narancs. A rostok maradéka ott bukváltva. Szóval a kóla az minden ugyanolyan volt, úgyhogy azt is hoztak, és akkor akik ott voltak magyarok, ők mondták, hogy sajnos tudjuk, ők elárulják nekünk előre, hogy ez a hotel, ahol vagyunk, ez már sajnos betelt. Nincsen szabad szoba. Mármint az Agyag Hotel, ahol megérkeztetek. Tesó, az kemény. Akkor csak jó lehet. És hogy őket elvitték egy helyre, ami egy ilyen ólnak tűnt, amit kifestettek, de hogy le kellett hajolni. All inclusive az ellátás. Ez egy ismert fordulat egyébként a szállodaiparban. Igen. És egy ilyen, azt mondják, hogy egy ilyen hullagász helyre vitték őket, hogy készüljünk majd föl Tibivel. Megvacsoráztunk, jöttek is ott a srácok, hogy akkor elmondják nekünk, hogy megtelt sajnos a hotel összeszabálya foglalt, és akkor elvinnek egy másik helyre, kérdezte, hogy mi legyen, hát mondom, figyelj, tudod, mit mondott Torrente? Megyünk. Fölálltak egy régi Kia pick-upnak a platójára, és akkor integettek, akkor ilyen 12 óra éjfél volt, mentünk át Assza városán, ami egy ilyen egy sivatagi, igazából nem tudom elmondani, milyen város, mint a Star Wars-ba lennél. És baszki, megérkeztünk egy hotelhez, egy két emeletes, egy új házhoz. És ott néztünk, Tibi mondta, hogy menjek föl, addig ül a kocsiba, és járatja a motort. Mondom, jó van, hogyha futok, akkor tapos a gázon, vagy kapaszkodok, azt megyünk. És fölvittek az első emeletre, mi voltunk az első vendégek. Konkrétan a hotel, mondták, hogy még hivatalosan nincs átadva, de hogy akkor ez lesz majd itt a hotel, ott volt a hotel tulajdonosa, egy fiatal srác, a családja építette. Nagyon nagy divat náluk az automosó, ezért a földszinten kicsempézett, kikövezett automosó volt, ott állt a Jeep, bezárva, három lakattal, mert jelezték, hogy safe parking kell. Elkaptunk egy komplett lakást, külön szobával, imaszobával, hát volt WC, meg zuhanyzó is, többnyire működött, de egyébként volt langyos víz, volt konyhánk, mindenünk, és az egész 40 euró volt, úgyhogy az a csodálatos. Hagytatok egy csillagos értékelést a Google-ben a későbbi utitásoknak? Nem, mert nem találtuk azóta se. Föl kellett volna vinni. Igen, igen. De csináltunk képet, meg adtunk nekik jattot, ugyanis kérdezték, hogy mikor szeretnénk reggelizni, hogy ilyen 8-9, hát mondtuk, hogy mi 5-kor elindulnánk, úgyhogy akkor ilyen 5-10-re kéne a reggeli, és mondták, hogy oké, okay, no problem, és vissza kellett menni a Sár Hotelhez, és 5-10-kor rendes birkagyapjún ülve egy ilyen fa padon hoztak rántottát, pici ilyen mini tajinekbe hoztak lekvárt, macisajtot, a macisajt az szintén felértékelődik, mert az mindenhol macisajt,
hoztak friss, még forró kenyeret, ezt a helyi teát, forró tejet mellé kávéport, meg narancslevet, és ott megreggeliztünk szépen, és az egészért fizettünk valami bagatel összeget, amire adtunk jattot, de az is annyira bagatel volt, hogy nem értették, hogy miért adjuk, és akkor még szerintem adtunk egy kicsit, úgyhogy ez a csodálatos az egész Bamako-ban, meg így Afrikában, hogy bármikor tud akkor átváltozni a helyzet, hogy a végén már így mindenbe beleengeded magad, mert tudod, hogy úgyis vagy nagyon jó lesz, és nagy esélye egyébként nagyon jó lesz, hiszen az emberek nem akarnak neked rosszat, mert odamész, és örülnek neked, hogy találkoznak európaival. Plusz tőled érkezik a hónap, vagy a fél év, vagy az év konvertibilis valutája. Igen. Úgyhogy nekünk a végeredmény az, hogy ezektől a srácoktól is paráztunk, amikor megérkeztünk, hogy úristen, ezek most itt macsetézni fognak, és mind meghalunk. És hogy nem, tök kedvesek voltak, és kézzelába mutogattak, ott még Google Translate sincs, még írni se tudnak, olvasni se semmi. Analfabéta a fél ország. Hanem elmutogatja, elmagyarázza, megmutattuk a 6.30-at, az órát értette, és mondtuk, hogy akkor reggeli, és tök jó. Még a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy milyen jó malária trippeken voltál. Ugye beszélgettünk erről, hogy most akkor kell-e erre előre tolbettet szedni, vagy nem. Te mondtad, hogy mindenféleképpen kell, de le fogod próbálni. Én mondtam, hogy megpróbálom valahogy kivekkelni. Úgyis azt mondta mindenki, hogy ott 20 éve nem láttak szúnyogot, és akkor, ahogy beértünk Szenegálba, gyakorlatilag az első este szarrá csipkedtek, és akkor így gondolkodtam, már így flesseltem azon, alapvetően nem vagyok hipohonder, hogy mi lesz ebből, és hogy majd én meghalok maláriába. Mint Elon Musk. Ugye? Az ő életének ez egy fontos szigetelje, hogy ő is majdnem meghalt majdnem. Maláriában. De hogy te végül is vettél be ilyet? Vettem. Én vállaltan hipohonder vagyok, tudok az lenni, úgyhogy én már a jelentkezésnél maláriás voltam, de többször is túléltem. És akkor ebből azt a tanulságot vontam le, hogy nekem szedni kell a gyógyszert. Ugye sokan ez egy ilyen megelőző természetű? Igen. Igen, erre csak ilyen megoldás van. Nincs oltás. Mindenki kérdezte, hogy malária elleni oltás, de nincs malária ellen oltás. Nálunk egyébként ott már van. Csak mondom. Mert mindegy. Én is úgy tudom, a Bill Gates öltött iszonyatos dollármilliárdokat a van. Malária elleni általános. Van, hát én találkoztam egy lengyel pappal, aki mondta, hogy maláriás. Mondom, tesó, akkor mennyi innen? Azt mondta, nem fertőző, három nap és elmúlik, mert beadta az oltást. Na, és akkor... megvettem a Malarunnak hívják ezt a cuccot, kb. Ez egy, ami hatásos. Az előző Bamakón jöttek a tapasztalatok, vagy hát írták sokan, hogy pálinka, meg kávézatot kell rágdosni, meg fokhagyma, meg még erősebb pálinka, de hogy ők azért mégiscsak kórházba kötöttek ki. És én azt abban reménykedtem volna, hogy ennél felvilágosultabban vágnak neki a... Nem, jó, de azért nem mondd, hogy ti nem próbáltatok meg mind a kettőt. Megpróbáltuk, de hogy nem erre alapoztuk a vérekezést, hanem a Malaronra, a Bamako szervezők ajánlásával, és egyébként igazuk volt. Egyébként a köpőzés, meg hogyha háromszor egymás után a balvállalat fölött észak-kelet irányba köpsz, egy azért közben mormogsz, az is nagyon sokat segít, azt hallottam. És a Malaron azért nem szedik néhányan, mert hogy rettegnek a mellékhatásoktól. Milyen mellékhatásai vannak? Mindent mondtak, hogy hányszor rosszul leszel, levertség lesz, ilyen betegség előtti egy nappal érzés. Meg van ilyenek. Egy olyan antibiotikum típus, aminek a mellékhatásai között szerepel a fekete szőrös nyelv. Az például egy olyan, aminél én így elgondolkodtam egy pillanatig, hogy ezt a kockázatot érdemes, és hogy utána mit kell csinálni, hogy megvárod, ameddig kihullik. Leborotválod, és akkor visszanő, onnantól borostás lesz a nyelved, és így felsérti a szájpadot. Szóval novicsok előtt kell elkezdeni szedni a cuccot. Én nem érzek, a legdurább mellékhatása az, hogy én olyan álmos lettem tőle, hogy bármilyen helyzetben képes voltam elaludni, de csak egy ilyen egy órára. És én reggel szedtem be, mert így logikusnak tűnt, hogy reggel veszünk be egy gyógyszert, nem is tudom, hogy miért, és 10 órakor én a legnagyobb terepezés közben navigálás alatt tudtam úgy elaludni, hogy Tibi már könyörgött, hogy valamit mondjak, hogy merre, mert nem látja a navit, és mondom, Tibi, mindjárt van. És volt egy barátunk, aki próbált minket videózni útközben, ezért előre ment, és félreállt, és csak azt látta, hogy tátott szájjal támasztom az oldalüveget. Így.
Mert ez egy óra, és... És figyelj, Marci, te egy ilyen tök praktikus csávú vagy, aki már nagyon sok élethelyzetet jól megoldott életében, hogy miért nem tetted át a bevétel időpontját a lefekvés elé, a felkelés után? Már igen, azért nem, mert hogy Tibi így vette be, ő este vette be, ő nem volt álmos napközben, viszont ő azt mondta, hogy olyan intenzív álmai vannak éjszaka, hogy már kicsit úgy tűnt, mintha zavarná. Szóval én szeretek jól aludni, és nehezen alszom jól, és nem akartam még rátolni egy ilyen malaront, de ettől függetlenül a következő alkalom, akkor már este fogom bevenni. Meglátjuk. Igazából ez a két panasz jött elő. Az intenzív álmok, ami egyébként nincsenek összefüggésben semmilyen aktuális történéssel, szóval nem, a beszámolók alapján nem ilyen afrikai gyerekek rohannak meg, és kérnek kadót, miközben jókat szundítanám, hanem ilyen gyerekkori emlékek törnek föl, meg ilyen, azt mondta, nem is érti, hogy jönnek elő ilyen dolgok. Én meg nem álmodtam, csak aludtam. Általában akkor, amikor nem kellett volna. Mind a ketten a versenyhez kapcsolódó pólóban vagytok. Az Ákosan, ha jól látom, az Afrika részes, ugye? Így van. És a teszádból, Marci, már az előbb is, meg mint hogyha korábban is valami kiesett volna azzal kapcsolatban, hogy te még terveznél menni. Én be is neveztem lélekben a 2026-ba. Ákos, de hogy vagy ezzel fejben? Jövőre még nem. Jövőre még biztos, hogy nem. Óriási élmény volt. Most már nekem eltelt azóta legalább másfél hónap. Még mindig úgy vagyok, hogy nagyon sok mindent fel kell dolgoznom fejben. Biztos, hogy lesz az a pont, amikor vonzani fog jobban. De most még azért nem mennék vissza holnap reggel. Tehát amikor kimentem a rajthoz Budaörsre, amikor Marciék elindultak, akkor azt éreztem, hogy hú, de kurva jó, hogy nekem most nem kell. De azért összességében biztos, hogy ez vissza fog térni, és biztos, hogy szeretnék én még menni ide. Van valami, ami ebben el tudja kapni az embereket. Hát ismerünk a Paliktól kezdve a Szalai, igen, akikkel ti mentetek, és nyilván vannak egy csomóan, akiket még talán kevésbé ismer az átlag autósport táborról követő, de hogy valami jel kapja az Afrikába menésben az embert, hogy az... Nehéz megmagyarázni, mert hogy amíg ott voltunk, én azt mondtam, hogy még élek, még a földközi tengerre se, mert annak a víze találkozik Afrikával. És hogy én ide biztos, hogy nem jövök, hogy nem... Hát még amikor visszajöttél, akkor is úgy hívtál föl. Még úgy is, hogy ide én biztos, hogy nem, eltérik 3 nap, és azt várod, hogy mikor indulsz vissza. És beszéltem olyan babakósokkal, akik már többször is voltak előtt, és azt mondták, hogy ez mindenkiben így van. Aki 15-ször volt, 14-ször megfogadta már, hogy az életbe többet nem megy a környékre. De hogy van az egésznek egy ilyen annyira leggyönyörűbb rettenet bája, hogy így én még életemben nem tudtam ennyire kikapcsolni, mint ott. Tehát, hogy így fogalmad nincs azokról a problémákról, amik itt Európában vagy Magyarországon körülvesznek, akár a munka miatt, akár a család, az életed miatt, ott annyira nem hívnak fel, hogy valami van, és csinálj valamit, hanem ott tényleg egyszerűen újra szabad vagy, és azt érzed, hogy élsz. És hogy a tetteidnek következményei vannak, amik hatványozottan számítanak. És ha jól csinálod, akkor baromi jó lesz, hogyha elcseszed, akkor belehalsz. És ez ad az egésznek egy olyan adrenalin löketet a háttérből, meg eleve a táj, hogyha közelre nézel, és nem a szemetet látod, mert amúgy az mindenhol van. Mert én nekem úgy tűnt, hogy nálunk kimaradt így egy csomó lépés a törzsfejlődésből, és így a nádfedeles házakra, hát csak megérkezett a globalizáció, és ellepte őket a szemét ezáltal. Szóval, hogyha így a tám... Aminek egy jelentős része egyébként simán lehet, hogy nem az ő szemetük, nem, hanem a miénk, amit oda-vissza. Hát vagy igen, vagy az, hogy nem tanulták meg, hogy kell kidobni, vagy nem jutott el odáig a saját fejlődésük, de hogyha így nézed a távoli táját, azért azok a naplementék, az a tömilyen füsteste, azok a jamba, az a helyi, a kecskebőr dobok, akkor a zenék, a hangulatok, a táncok, az emberek, és az, hogy... A csillagkép. A csillagok, baszki, hogy életemben először láttam csillagokat, aki még nem volt ott, az nem látott csillagokat, hogy így felnézel, és 10 millió csillagot látsz. Azt hiszed, hogy odavetítettek valamit, hogy úristen, és azt várod este, hogy így áll mindenki, hogy ennyire gyönyörű. Szóval... Meg ez, amikor eszel egy jót végre tényleg, megvendégelnek egy rendes tajimra, akkor az sokkal inkább felértékelődik, mint amikor itthon eszel egy jót, hiszen itt minden nap ehetsz egy jót, kettőt, bárhol. Igen. És ott, hogy így
nem látod jönni azt, hogy mi fog történni. És ezzel csak kajátok. Igen. És tök jó tesztek. Igen, igen. És ez volt, hogy a kajálás az necces, arra mindenki készüljön fel, hogy az ilyen hiába van kajád, a lehetőséged nincs. Tehát az, hogy nekünk eltelt 24 óra úgy, hogy nem ettünk, az egy a végén már ilyen, nem is beszéltünk róla. Le is vagy fogyva, Marcikám. Igen, igen. De a 12 óránként a napi kettő evés az, ha szerencsénk volt, meg volt. Ugye reggel az van, hogy ilyen 5:30-6:30 között el kell indulni. Bármennyire is óvatosan pakolsz ki este, reggel egy óra összepakolni nekünk. Nekünk két sátrunk volt, de ez a gyors sátor, de akkor még főzöl egy kávét legalább, vagy még elrakod a Starlinket, még fölöltözöl, még elvégzel a dolgod, stb. Összepakolsz, elindulsz. Már mindenki elment, 6:30, te vagy az utolsó, úristen, akkor siessünk, akkor mész terepen, zögykölöttök, akkor mentek át afrikai falvak között, ilyen Szenegál Máté Szalka alsón, akkor rohannak ki ezren a gyerekek, mindenki. Egy ideig kérik az ajándékot, egy idő után követelik, megint egy idő után pedig már az arcodba üvöltenek 30 centiről, vagy dobálnak kövekkel, botokkal, bármivel. Azért nem tudsz megállni napközben kajálni, mert volt olyan, hogy megálltunk a mindentől távol, és mint a Jurassic Parkba, a bozótba már így szökeltek a gyerekek, és hát csak előkerültek 30-an a sehonnan, és az a gond, mi adunk szívesen, azért mentünk, vittünk cukorkát. De hogy aki ott volt, az pontosan tudja, hogy öngyilkosság ilyenkor bármit adni, menni kell, mert tépik szét a kocsit, másznak be, tépik le a bőröd, a ruhád, a telefonod, a kábeleket, az ablaktörlapátot, a bármit, amit tudnak, azt próbálják. Volt a kamillóiknak, akik ugye voltak a műhelypornóban, nekik menet közben kirántották a csomagtérajtót, és kipakolták a kocsiból, amit tudtak. És az gyakorlatilag minden volt, ha jól hallottam. És elvitték a kajájukat, ruhákat, csak hirtelen fölvágták, ugye ment a kocsi terepen, kiborították százan, és egy dolgot nem vittek el, a 40-es kannát, mert az tele volt üzemanyaggal, és azért nem tudtak, de mire kiszálltak, már nem volt ott semmiük. Úgyhogy napközben ezért nem tudsz megállni enni, és akkor van az, hogy megérkezel este 10 órakor a tábor 80 kilométeres körzetébe, majd elfogy az aszfalt, és 26 kilométert megteszel 3 óra alatt, mert át kell kelni egy hegyen, ahol elfogyott az aszfalt, és a porban vereted óriási kráterek között, úgy, hogy mész a jippel, föl vagy lámpázva, terepre van felkészítve, majd a helyiek egy Peugeot 504, 405, mindig keverem. 504 lehet egy inkább. Egy múmia 504-et megemeltek, 9 méterre fölpakolták a tetejét bálákkal a sötétbe, és még ülnek a tetején ketten, és ez így elmegy melletted 100-zal, plusz jön a kamion, és akkor megérkezel ilyen egy óra körül hajnalba a táborba, úgyhogy 5:30-kor kell indulni, és akkor már nem állsz neki elővenni a melegítőt, hanem mit tudom én, akkor megeszel egy csokit, és akkor ne legyél farkaséhes, és akkor így áll össze a kajálás része. Ha ennyire nem volt egyértelmű, hogy örülnek nektek a helyiek, mármint volt olyan, hogy igen, azt mondtad, hogy az emberek nagy része nagyon kedves volt, de közben mégiscsak vannak ilyen élve lerágják a húst a bőrödről hangulatú élmények is, hogy azzal kapcsolatban most hogy érzel, hogy mennyire oké ezt csinálni? Mármint nem arra gondolok, hogy megtámadni a fehér embert, hanem hogy oda menni nyilvánvalóan ezerszeres anyagi lehetőségekkel felruházva egy nagyon biztonságos világból rettenetesen felkészülten, annyi pénzből összerakva ezt, mint amennyi a helyi települések, amiken átmentetek, azoknak az egészének az éves költségvetése körülbelül, és hogy sokan gondolják azt emiatt, hogy ez nem biztos, hogy ez a legrokonszenvesebb formája a szórakozásnak, és közben meg tök sokan meg nagyon-nagyon szeretik, és a helyiek közül is sokan, vagy nyilván ezen gondolkoztatok, hogy ezt most hogy érzitek? Nem könnyű. Mi erre az egészre úgy tekintettünk, mint egy utazás, és vittünk adományokat, ugye olvasó és a saját adományainkat is a végére. Nekünk igazából a célunk az volt, hogy ott, akiket meg volt beszélve, hogy támogatunk, oda elvigyük a cuccokat. Nyilván készültünk ajándékokkal, próbáltunk osztogatni. Nem tudjuk. Nagyon, nagyon sokan örültek. Volt, aki nem kért. Olyan helyeken álltunk meg út szélén ajándékot adni, vagy valahogy feldobni a napjukat, ahol állt mondjuk 2 vagy 3 gyerek, és jól láthatóan körülötte nem volt senki, nekik adtunk.
Egyszerűen ezt nem tudjuk. Agyban mi kevesek vagyunk talán ahhoz, hogy, hogy felmérjük az ottani helyzetet vagy viszonyokat. Nyilván megváltoztatni nem tudjuk Afrikát, akármennyi adományt viszel, sose lesz elég. Nem is gondolom, hogy nekünk kéne az, hogy oké-e az, hogy megyünk, arra autózunk, hát, hát arra autózunk más meg másfele. Az biztos, hogy a Párizs-Dakar méretű verseny, az konkrétan turisztikai ökoszisztémát épített ki azokon a településeken és azok környékén, ahol a verseny átment. És ez nagyon konkrét megélhetése volt teljes falvaknak annak idején. És azt tudom, hogy amikor ugye az megszűnt, pontosabban ugye átkerült először Dél-Amerikába és később Szaúd-Arábiába, akkor ott, ott egy ilyen pánikmigráció tölt ki gyakorlatilag egy idő után, mert annyira nem maradt ott semmi, hogy effektív nem tudtak ott megélni, hiába nem fagynak meg, és hiába azért csak-csak van étel, mert megterem, ez az. Szóval, hogy szerintem azt, hogy a Dakar onnan elkerült, az inkább egyértelműen rossz, mint sem jó annak a régiónak, vagy annak az útvonalnak. Hát annak biztos, de egy Afrika, Nyugat-Afrikának szerintem kb. Mindegy. Azon az útvonalon nyilván ott hiányolják őket. Mi voltunk olyan helyen Zagorában, ahol járt a Dakar rendszeresen. Ott van egy utca, ahol autószervízek vannak. Aki már nézett bamakós képeket, az látott olyat, hogy ahol az ambaszador is volt, a falon rendszámok vannak, meg logók, meg matricák, meg régi fényképek. Arra egyértelműen járt a Dakar. És amikor mi voltunk most, ott emeltük meg ugye a kocsinak a futóművét, akkor is megállt ott egy olyan épített Mitsubishi L200, vagy egy ilyen műanyag vázas, vagy egy csővázas műanyag héjas autónak szétdurant az ózé fehér kerekén a gumi, a terepgumi, és kicserélték nekik, beültek, és már sikított a váltó, és mentek el. Szóval, hogy ott Zagora az például egy ilyen Dakar maradvány lehet szerintem. De azért épült egy ilyen utca, ilyen szervizekkel, meg azért vannak Dakaros, bamakós, meg mindenféle versenyes képek a falon, mert hogy arra jártak. Ugye Szenegálban mi nem mentünk már arra, mi kikerültök, másfele mentünk, nem mentünk Dakar felé, hanem inkább vidéken mentünk keresztül. Én azt nem tudom elképzelni, hogy Mauritániában ott a Dakarnak milyen hatása lehetett, mert ott szerintem semminek nincs hatása. Ott nincs semmi. Teljesen kihalt. Mauritánia, oda meghalni mennék, vagy nem az sem, mert inkább ne. Mauritánia volt a legrosszabb, talán mind közül, amellett, hogy ott autóztunk életünkben a legjobbat valaha. Egy hétfő reggel az óceánparton, 100 kilométert, úgyhogy balra homokdűnék, jobbra óceán, előtted pedig pont a nap, és ott úgy kell vezetni, hogy 10 órakor kell megérkezni erre a szakaszra, mert akkor indul le a víz az apály miatt, és 2-ig haladhatsz ott, az alatt kell megtenni a távot, nincs kiugrási lehetőség, vagy nem sok, mert a dagály különben elvisz, ugyanis ott kell autózni, ahol az óceán van dagálykor, tehát a peremén végig, ott kemény a homok. Ha bejebb mész, ott azonnal elsüllyedsz, és ez Mauritániában volt, és ezt soha nem fogjuk elfelejteni, de maga a város, meg ugye az egész környezet, az egy ilyen tragédia. Ezt nem tudom, te is voltál arra, nem? Hogyne. Az szerintem csak azért megy arra, akkor mert útban van, és mellette Mali van, ahova meg nem lehet menni az iszlám állam miatt. De Mauritániában szerintem senki ne vegyen repjegyet így nyaralás céljából. Mert... Bármilyen olcsó is. Igen, onnan el. Ott egyébként még a külügy is azt írta a tájékoztatóba, hogyha Mauritániában vagy, akkor gyere el onnan, nem tudunk segíteni. Igen. Igen. Mert ugye kaptunk a külügytől egy ilyen tájékoztató bamakósoknak, ahol leírták, hogy hol milyen gondok vannak, és miért nem menjünk oda. Ami tök jó volt, mondjuk azt a végére nem írták oda, hogy amúgy egyébként jó utat kívánunk, és vigyétek az országunk jó hírét, vagy valamit, csak az, hogy nem menjetek. Hát nyilván tudják, hogy ez egy szörnyű hülyeség, amit a saját szórakozásatokra csináltak, akkor most még itt még feszüljenek meg azért, hogy nektek jó legyen. Hát de... Olyan szép ez az ország, a legszebb a világon, aki innen elmegy, de nincs itt homok, de van homok, tessék. Víz is van. Vörös homok is van, vagy mi. Európa egyik legnagyobb tava rendelkezésre áll, bármikor nálunk 4 évszak van, ott hány évszak van, azt mondják, tessék. Ja, van. Hát nekem úgy nagyjából, hogy egy, vagy hát mondták, hogy van egy ilyen elsős, amik ugyanolyan meleg van, csak még párás is. Ugye a rekord egyébként 40, 44 vagy 45 fok volt, ahol haladtunk, és szervezetileg ez baromi megterelő, ezt azoknak mondom, akik gondolkodnak rajta, hogy azért az európai télből átmész a spanyol télbe, az már egy ilyen kisebb ugrás,
de utána átmész Marokkóba, és egy nap után Marokkó délen vagytok, ahol már nappal 40 fok, éjszaka 10, és utána két nappal később már 45 fokban vagytok, és éjszaka 35, az így egy hét leforgása alatt nekünk egy csomót, nem tudom, hogy emiatt, szerintem emiatt is, meg az állandó por, szállópor miatt is állandóan vérzett az orrunk. És ez már egy napi program volt délután, hogy valakinek vérzik az orra. Ja, erre fel kell készülni. Mi előtte azért fizikai felkészülést is nyomtunk. Én megnöveltem az edzésszámot egy heti 5-re. Ugye én boxolni járok reggelente. És azt gondolom, hogy ez segített. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy a felkészülés része legyen a fizikai is. Aztán mentálisan úgy sem lehet felkészülni, mert... Esélytelen. Igen, ott, ja. És ha jól láttam, a befutó környékén pont egy ilyen box oktatási intézménybe érkeztetek, ahol a gyerekek tanultak boxolni? Igen, az egyik, akit támogattunk, vagy amit támogattunk, az a Rockel Boxing Academy volt, amit egy európai hölgy csinál, aki ott lakik, amit sokáig nem értettem, de aztán kiderült, hogy a helyi Heineken gyárnak az egyik vezető munkatársa, Susan, és mindenképp akart valami jótékonysági dolgot csinálni az életében, és inshallah, ezt hozta, ezt akarta Alla, hogy ezt csinálja. Ő nyitott egy boxakadémiát, végül talált egy edzőt, aki kiderült, hogy a Sierra Leone-i bajnok, és olyan gyerekeket edzenek, akik ott a környékben laknak, fontos, hogy járjanak iskolába rendesen, csak akkor mehetnek, hogyha megvan a házi, tehát így próbálnak figyelni az oktatásukra is, meg minden, és akkor ők voltak az egyik támogatott brigád, akiknek vittünk ajándékot, végül mi oda vittünk mindent, mert eredetileg azt hittük, hogy hozzájuk csak a boxucokat kell, de ott összegyűlt a falu, és akkor egy ilyen, nem azt mondom, hogy oltára, hanem egy ilyen emelvényre pakolt mindenki mindent, és mondták, hogy ott ugyanúgy mindenre szükség van, mint végig Afrikában bárhol, úgyhogy ők azt kiosztják a helyi rászorulóknak. Ott akartam kamerázni, de valahogy nem volt olyan a hangulat, hogy így nekem egy picit visszás az, hogy most akkor beletartom a kamerát az arcába, hogy odaadom neked, tessék. Igen, hozott a fehér ember ajándékot, és most egy kicsit meg kell köszönni most a kamerába. Most kendősz a magad fehér csokival, ha. Igen. Szóval ezt a részt, ezt én kihagytam, hogy egy emberileg nekem annyira nem feküdt, de ettől függetlenül látszott, hogy örültek, és tartottak egy edzést, egy boxbemutatót, szerintem tök menő volt, és már volt padló, nem tudom, azt láttátok-e, mert előtte ott homokpadló volt, és akkor ment az edzés egy helyben futással a homokpadlós házban. Ott lehet, hogy nekik is bedugult az orruk néha. Ja. De lehet, hogy fantasztikus lábmunkát lehet összehozni. Állítólag a brazil futballtudást is sokáig visszavezették erre, hogy nem tudom, az ilyen Copacabanán szaladgálás a homokban, és ott focizás, mezitláb, az bámulatos. Én nem tudom, én mind a kettőhöz hülye vagyok, csak de próbáltam megkerelni a jót a homokban. Ami számomra egy ilyen tök negatív megélés volt, hogy a helyiek láthatóan nem mindent tudtak igazából jól értékelni, vagy használni. Tehát, hogy nagyon sok versenycsapat készült rengeteg matricával, meg ilyen merchandising cuccal, amiket csak úgy osztogattak, párhol is voltak, és azért ennek egy jelentős részét utána nyilván mindenki megtalálta a földön, a porban, a homokban, mert így egyik odaadta a másiknak, második a harmadiknak, senki nem tudott valami mit kezdeni, és így eldobták, elszórták szemét. És mondjuk felvetődik, hogy ez nem biztos, hogy az ő hibájuk, hanem igen, hogy viszonylag kicsi szükség van ilyen jellegű szóró ajándékra. Nyilvánvaló, de hogy ez az egész ennek a kicsi része, amit mi láttunk, mert hogy nekem az volt a megélésem, hogy alapvetően nem is nagyon visznek oda semmi olyan nagyon komolyan használható dolgot, de te mesélted, hogy oda vittek egy komplett autószervizt a Bosch például. Nem, ez nem teljesen így van. Elmondom a történetet, ugye a verseny vége felé már azért mindenkinek volt ilyen olyan karbantartási nyűgje, vagy hát hogy szükséglete, inkább úgy mondanám. Nekünk a Jeepen ugye féltávon volt, ő már jön haza, de addig mentünk 9200 kilométert, hogy akkor lecseréljük az olajat. Ott volt a Cayenne, szintén egy olajcsere, valami még zörgött is rajta, ez volt később a kardán, meg ott volt a Niva, ami nem volt 3-as, 4-es, szóval a váltó nem volt éppen a toppon. És előtte való éjszakán a nagy pénzosztás és a rendőr lefizetés közben eszünkbe jutott, hogy megkérdezünk egy rendőr hölgyet, aki tök kommunikatív volt, hogy tud-e valami autószerviszt a környéken, mert hogy amiket láttuk, azt nem tudtuk eldönteni, hogy leégett, vagy bontó, vagy
vagy bezárták, vagy itt, hogy valami autószerviszt, és mondta, hogy persze, megadta a számot. Vasárnap este 10-kor felhívta az autószerviszt, hogy akkor mi arrivé másnap. És bementünk a célba, örültünk, majd elindultunk egy 60 kilométerrel arrébb egy faluba, amit írt, hogy hova kell menni, de csak GPS koordinátánk volt. A vége már az volt, hogy olyan helyen mentünk, hogy be kell rakni felezőbe a váltót, mert alig bírtunk átkelni ott ilyen sziklákon. És már Tibi mondta, hogy úristen, hogy hova érkezünk egyáltalán, hogy mit találtam én, mert hogy én kommunikáltam a csajjal, majd megérkeztünk ilyen 4 méteres betonkapuk környéki, vagy betonfalak környékére, és egy óriási kapu, kinyitották ilyen fegyveres őrök, kérdezték, hogy mégis mit akarunk. Hát mondom, nem tudom, mit akarunk, de hogy eredetileg egy autószerviszt keresnénk, és hogy Michael az vár minket. Ja, jó, akkor jöjjünk, akkor Michael, mondta, hogy merre, és megálltunk egy épület mellett, és az volt az autószerviz, előjöttek, ugye a népviselet strandpapucsban a srácok, és bevittek a szervizbe, és nem hittük el, hát a Levente első szava az volt, hogy ez az ország legjobb autószervize, mert a teljes ganyé közepén egy fehér padlós, új emelős, Bosch gépekkel teli letakart, gumizó, peremező, diagnosztika, hogy így nem értettük, hogy egyáltalán ez hogy kerül ide, vagy hogy mi van. És akkor kérdeztük a srácokat, mondták, hogy lecserélik az olajat, le is cserélték az olajat, akkor ott már a Levente kardányánál ott már Levente is segített, mert azért nem volt olyan egyszerű, vagy egyértelmű helyzet, látszott, hogy ők így olajcseréig tartanak kb. Ugye az egész folyamat alatt megérkezett Father Jay, az indiai father, mindenki apukája, és akkor hát már logikusnak tűnt megkérdezni, hogy egyébként amúgy hol vagyunk, mert hogy van 2000 gyerek, és nekem olyan zánkának tűnik, de hát februárban csak nincs vakáció. És akkor mondta Father Jay, hogy ha vele megyek, akkor szívesen tart egy ilyen tárlatvezetést. És hogy ezt azért besélem el, hogy szemléltessen valamelyest azt az érzelmi hullámvasutat, amit ugye egy ilyen eufórikus állapot után, a cél után átél az ember. Másfél órával később kórházban vagyunk egy ilyen elzárt területen, mutatja, hogy itt szoktak szemet műteni, van nem tudom milyen drága 100 millió eurós gépük, lejönnek Spanyolországból orvosok, pro bono megműtik a környék lakosainak szemét, akkor sorbanállás van, meg oda zarándokolnak emiatt, és akkor mentünk tovább, ahol ilyen szülőszoba van, és minden tök európainak steril volt, frankon. Gyógyszertár bemutatott az alkalmazottaknak, és akkor átértünk az épületekre, és akkor mondta, hogy ők tulajdonképpen ez a Don Bosco Fambul, ez egy ilyen gyermekmentő szalézi szerzetesek által üzemeltetett hely, mert hogy olyan gyerekeket mentenek, akik 18 év alatti lányok és prostitúcióból éltek, őket próbálják visszanevelni valahogy az életre, akkor vannak külön épületek vannak, volt olyan épület, ahol azok a lányok vannak, akiket az apukájuk megerőszakolt, és éppen terhesek, és akkor őket próbálják meg így visszahozni az életbe, és akkor vannak a kisgyerekek, akik, és még ezeket nem sorolnám tovább, de hogy volt vagy 20 ilyen épület a telken, a gyerekek fociztak, rohantak oda, mindenki azt kérdezi először, hogy mi a nevet, hogy hívnak, ez a legfontosabb, meg hogy megérinthet-e kb. És akkor így megér, és ilyen nagyon fura érzések vannak benned, amikor megnézed a, nem mutatja, hogy hogy néz ki a konyhájuk, ahol sütik a kenyeret, és valójában te nem sütnél ott kenyeret, és a kádat, ahol dagasztják, ami valójában egy használt régi kád a szószoros értelmében. Szóval, hogy végigmész egy ilyenen, találkozol a gyerekekkel, és hiába tudod, hogy ez létezik a világban, de amikor ott vannak előtted 2000-en, akkor ez sokkal jobban megérint. És már kezdett ilyen diszkomfort érzetem lenni, vagy hát egy kicsit olyan nyomasztó, meg sok lett az egész, amellett, hogy örültem, hogy egyáltalán eljutottam ide, és találkoztam velük, és tökre örültek, úgyhogy elindultunk kifelé, és útközben találkoztunk a főnökkel, az igazgatóval, aki egy lengyel pap volt. Így előtte semmiből, és tökre jól beszélgettünk, ugye lengyel-magyar barátság, minden, adtunk neki pálinkát, meglátta a nívát, azt ugye már ő is az első ember, aki ismerte azon a környéken, úristen, egy níva, és kezdett feloldódni a sztori, majd mondták, hogy bocsánat, telefonáltak, a rendőrség telefonált, hogy a számítógépes kollégájukat, 25 éves srác elütötte egy kamion, és most meghalt, úgyhogy hozzák akkor a szétszóródott papírjait és a telefonját, hogy jöhetnek-e, és akkor ott így megint meghalt a hangulat egyik pillanatról a másikra. Akkor mondtam Tibinek, hogy induljunk el, szerintem foglaljuk el a szállást a Radisonban vissza 60 kilométerre Freetownban. Elindultunk a hulla sötétben, nulla közvilágítás, azt játszottuk, hogy sehol senki, fölrakod a refit 100-an, mindenhol, és még mindig ott volt a belső sávban a halott nő, akit kifele láttunk
csak annyit tettek elé egy rendőr, egy paravánt, hogy ne menjenek át rajta többen. Hogy a, szóval, hogy ez a hangulat, akkor megjelentek a tuktukok, egy közlekedési lámpa van, az nem üzemel, állandóan valaki el akar adni neked valamit, vagy valamit beszól, vagy nem érted, hogy mi van, óriási nyüzsi, majd megérkezel a Radisonba. Pöcsöm tudja, hogy hány órakor közlik a foglalásodra, hogy no availability, mert hogy eladtuk a szállásod, és egy órán keresztül vitatkozva, hogy ez így nem lesz jó, meg hogy ők átvisztek egy másik helyre, ahol tudunk aludni, mondom, tesó, én azért foglaltam a Radisont, hogy ne legyen ilyen gond, és akkor ott eltört bennem valami, és a kommunikációmba lehet találni hibákat, de a lényeg az, hogy hívták a hotelmenedzsert, és én értem, hogy nincs közoktatás, de hogy, és az elején még vicces is, hogy nem mindent értenek meg elsőre, de hogy itt már nem volt egyáltalán vicces a helyzet, 160 euróba került egy szoba egy éjszakára. Kettőt kértünk, mert Tibivel megfogadtuk, hogy külön alszunk, egész nap együtt vagyunk, aludni aludjunk külön, mindenki máshogy horkol, ez itt oké. Itt éreztük, hogy nem lesz erre lehetőség, viszont a lakosztály 320 euróba került. Mondtuk, hogy figyelj, tesó, nekünk jó egy lakosztály, azotok van, azt látjuk, hogy van, tudjuk, ti is tudjátok, hogy van, adjatok, elalszom most akkor egy szobába, üssek ő. Mondta, hogy nem lehet, mert az drágább, de mondom, nem drágább, ugyanannyi, nem az drágább. Az igazgató végül azt mondta, hogy jó, akkor ő megértette, akkor legyen így, de holnap költözünk ki, mert ez drágább. Nem mondom, jó, akkor mindegy, akkor kiköltözünk, csak most már hagyj menjünk aludni, és ezért nem voltunk ott végül, amit sokan kérdeztek az Olivában, az évszázad mérkőzésén, ahol összecsaptak a magyarok és a bosnyákok, vagy nem is tudom, mi volt, ami egyébként 10 másodperc volt, és két pofon, mert éppen a... Hát azért volt ott fejhez vágott Jack Daniels. Jó, volt egy fejhez vágott Jack Daniels, jó, igen, egy Jack Daniels elrepült, és utána lögdöste magát a tömeg, kb. Ez látszik a videókon, és ott ilyen dulakodás volt. De ezen sajnos mi nem voltunk ott, és abban a pillanatban akkor nem is sajnáltuk, mert ugye átvettük a szobát 11-kor. Nagyon vicces volt, megjelent a lakosztálymenedzser, Edmond, hogy akkor van-e bármilyen, bemutatkozom is, hogy van-e bármilyen óhajunk. Mondom, ó, nagyon jó, Edmond, hogy megjöttél. Van kólátok? Nincs. És Coca-Cola? Az van. Jó. Mennyibe kerül? Nézte az eget, a mennyezetet, mondta, hogy 60. 60 mi? Hát Leone. Jó, akkor kérünk négyet. 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 Négyet kérünk. Jó, akkor az most kiszámolja, hogy mennyibe fog kerülni. Mennyezetnézés, szétnézés, összenézés. Mondom, figyelj, tesó, nagyon fáradtuk vagyunk. Gyorsan lepörgettem 240 Leonét, ráraktam egy 20-ast, ez volt az első hiba. Odaadtam neki, mondom, 4 kóla, köszi. Elkezdte átszámolni, nagyon lassan pörgette a kezében, hogy akkor most ez most mennyi, majd így azt mondta, hogy most ez oké, ő hisz nekünk, ő elmegy, akkor hozni egy kólát. Elment, visszajött, mondta, hogy akkor megjött az egy kólával, mondom, ez most Edmond nem sikerült, hogy ez egy kóla lett, még akkor hármat legyél, léci hozzá még hármat, adjunk még pénzt. Hát mondom, már nem adunk pénzt, mert már adtunk az előző körbe, akkor most így nem. És egy 15 perc lamentálás jött, hogy akkor most ki mennyi pénzt adott, mennyibe kerül a kóla, és most mennyire várunk még a négyből. Majd elindult, hogy akkor ő most mindenképpen teljesítés hoz nekünk jó felségből, kb. Ajándékból még 3 kólát, és Tibi utána kiabált, hogy még 2 nagy vizet is kérnénk, és hallottuk, hogy térdre ott a folyosón, hogy ezek a köcsög európaiak feddig szopatják még szerencsétlen lakosztálymenedzsert. Szóval nehéz a kommunikáció szempontból minden helyzetben megértetni magad a helyiekkel, mert egyszerűen így nem tudod, hogy elmagyarázni nekik, pedig angolul beszélnek. Sierra Leone-ban annak örültünk a legjobban, hogy az volt minden itinerben, hogy ők angolul kommunikálnak, de valójában ők a kriót beszélik. Hát egy irányba kommunikálnak angolul. Igen, nem tudom, hogy, de arra se önmaguk között, mert a kriót beszélik, ami egy ilyen angol-afrikai hibrid. És a havdabadi az a hogy vagy. Meg a hogy van a test, kb. Ez. És akkor ehhez hasonlók a thank you, az a thank you, és ezt képesek úgy mixelni, hogy fogadban nincs az életedről, de ők meg vannak arról győződve, hogy tudsz angolul, és ők úgy beszélnek. Viszont az árakkal kapcsolatban ilyen nagyon ambivalens érzéseim voltak, hogy azért áraznak pofára, mert nem tudják, vagy azért áraznak pofára, mert éppen megjött a pénzes zsák, igen. Hát a kereslet kínál a dinamikus egyensúlyát próbálják beállítani. És nálunk is volt, tehát ugye az egy darab kóláért a 150 forinttól az 5000 forintig így bármi
lehetett. Mi nem akartuk ezen idegeskedni, úgyhogy amit mondtak. Ja, meg se értettük, hogy mit mondanak, mert a francia részen a francia miatt, az egy ilyen arab francia, a sima franciát se értettük volna, meg én annyit tudok, hogy Louis José Tom Papa, láttam a Star Wars-ot franciául, és ez megragadt, de hogy nem értettük, hogy mennyibe kerül micsoda, úgyhogy mi abszolút a helyekre bíztuk magunkat, én így kitártuk a lóvét, és kértük, hogy mutattuk, hogy vegye el, amit gondol. És azt én nem gondolom, hogy átcsesztek, mert nem úgy vette el, hogy akkor kibarkott belőle 100 000-et, vagy CFA, ez a közép-afrikai, igen. Tudom én milyen frank, hanem így kivette egy ide egy ilyet, egy onnan egy olyat, és mondta, hogy jó van, és még adott vissza. Szóval vagy nagyon jól csinálta, és én ennek örülök, mert akkor ez itt tök jó, vagy nem tudom, miért mennyit fizettünk. Sokan kérdezik, hogy mi volt a költségvetésünk, most az autót ne számoljuk, az a Tibi oldala volt, de hogy maga az út, hogyha már van egy autód, akkor én vittem magammal 3300 eurót, és ebből én a végén Tibinek 1007-et odaadtam, úgyhogy a hazaútra legyen neki, mert neki elfogyott az eurója, és ez mindegy. Hát én úgy, hogy soha nem spóroltam semmi, amit meg akartam venni, azt megvettem, ahol szállást akartam, ott szálláson voltam, ahol a rendőrnek kellett fizetni pénzt, mert kitalált valamit, ott fizettünk, vagy nem, vagy tök mindegy. Én így egy ilyen 1600 eurót költöttem el, már ott Afrikában. Az európai részt nem számolom, ugye az tök más mindenkinek. Meg azt mindenki tudja, meg ismeri. Azt igen, de hogy Marokkótól lefele, ez kb. Így volt a matek szerint, de mennyiből kényelmesen ki lehet hozni. És ott nem érdemes így filéreken buzizni, úgyis el fogják szedni. És mennyi időre volt ez összesen? Egy 3 hét. 3 hét. Szóval én szerintem egyébként olcsóban kijöttünk így, mint hogyha itthon lettünk volna, vagy hát nem is tudom, de hogy mindegy, az a lényeg, hogy ez ennyi. Szerintem nem egy vállalhatatlan összeg, hogyha, főleg akkor, hogyha az ember évekig gyűjt rá, meg készül rá, akkor valójában ez egy teljesíthető. Ami meglepő volt, hogy az üzemanyag a legolcsóbb helyen 500 forint volt. Igen, az drága. Igen. Szóval én azt hittem, hogy ott így a nagyon csóró részeken ott már ilyen filérek lesznek, de hogy ott átváltottuk csak poénból. Ja, és Sierra Leone-ban a kutakon úgy van, hogy benzin, dízel, kerozin. És nem tudjuk elképzelni, hogy mi a csöcsre akarnak ott kerozin tankolni, mert hogy mi megy még nyeglik kerozinnal a repülőkön kívül, hogy van valami brutál kap a gépük. Hát bármi, amiben gázturbina kell. De milyen fűtés, te soha 45 fok volt. Hát ugye a klíma megy kerozinnal. Ja, tényleg, generátor az minden. A Radisson mellett én másnap már a standard szobát kaptam meg a superior helyett. A standard szoba, mint rájöttünk, hogy azon az oldalon van az agregát. És egy ilyen épület méretű agregát látja a Radisson, hogy legyen egyáltalán áram. Ami egyébként egy eléggé szomorú helyzet egy olyan kontinensen, ahol írtózatos erejű napsütés van az idő nagyon jelentős részében, és arról szól egyébként a szaksajtó, hogy milyen drasztikusan fejlődik is a napelem biznisz. Igen, Afrikában. De a nagyvárosokban nem nagyon tudnak olyan placot, ahova ezeket leraknák, viszont konkrétan láttunk, és nekem fotóim vannak, azok, amiket a Natgeon is látsz, ezek a nád viskók nád kerítéssel, igen, és ott van rajta a napelem. A semmi közepén. És ott állak ágyik kötőbe, melltartó nélkül, de ott a napelem. Igen, ezt látszik most nagyon sok helyen lehet erről olvasni, hogy hatalmasat robbant ott is, mert nem az, ami a sokszor a probléma, hogy hogyan lehet a hálózatra csatlakoztatni a nagy tömegű napelemet, meg ilyenek, hogy itt nagyon sok esetben arról van szó, hogy fel sem merül hálózat, amire csatlakozni kéne, nincs, hanem ilyen, a saját szükségletedet tudod elégíteni nincs valamivel. És akkor egy ilyen erkély napelem jellegű megoldással. Megben videóztunk, fényképezgettük, amit imádnak pacsizni. A kitartod a kezed, mindenki pacsit akar adni. Ez tök, ez olyan király, és mindenki örül neki. Te is, ők is. Szóval látod, hogy mindenki így flóban van. De hogy volt olyan, hogy fotóztam egy ilyen nyári iglut, vagy nem is tudom, hogy hívjuk, egy ilyen, és kijött a kislány, és lefotózott minket az 5 kamerás Samsunggal. És utána integetett. És ő is feltolta aztán a napelemes Starlinkjével. Igen, az Instára, mert hogy a Facebook, az ott senkit nem érdekel, ott Instagram van. Az az első kérdés, hogy mi a neved, oké, és hogy mi az Instád. És ha van Instád, azonnal bejelöl, és egyébként az agorai szerelők, ahol cserélték, ahol elmentem venni tojást, és addig kivették a Jeep-ról a hátsó futóművet,
ott az agorai szerelők, azok most a TC YouTube-jára kommentelnek a Viva Európa, Viva Totálkár, Viva Jeep, minden Viva. Nagyon vicces. Ez fantasztikus, akkor én most úgy csinálnék, mint az afrikaiak, és lepacsizom veletek, és ezzel elvarjuk a Budapest Bamako értékelés szállait. Ha jól értem, akkor azért összességében neked nagyon szép emlékeid maradtak nagyobb részt. Én mindenkinek, és azt hiszem ebbe Tibivel szintén egyetértésben vagyunk, mint egyébként nagyon sok mindenben, hogy mindenkinek kötelezővé tennénk egy ilyen túrát egyszer, hogy megtanulja értékelni az életét, meg azt, ami van neki, és látni azt, hogy milyen az, amikor millióknak nincsen semmiük, és hogy lássa azt, hogy bármilyen problémája van itt Európában, Magyarországon, azok valójában nem létező problémák ahhoz képest, amivel találkozni a világ más pontjain. Ez egy óriási nagy tanulság, és hogy az előítéleteket, azokat nagyon gyorsan el kell felejteni, amit hiába mondok, itthon nem fog senkinek ez működni, de hogyha ott vagy, és elhiszed, hogy ők nem akarnak neked rosszat, akkor sokkal felszabadultabb, és sokkal boldogabb tudsz lenni bárhol Afrikában. Ámen. Köszönjük, Marci. Balló Marcival, Szent Kuti Ákossal beszélgettünk. Nyegleó pedig egy Jedi mozdulattal azt jelezte, hogy parkolóparádé, vagyis meg kell említeni. Április 28-án Afrika tematikájú parkolóparádét tartunk, ahol hát még éppen kialakulóban van a program, de lesz előadás Bamako témában. Ha minden igaz, akkor lesz filmvetítés az előző Bamakónak, az ilyen, hát az egy ilyen dokumentumfilm, emlékvideó. Hát ez tulajdonképpen a Bamako film, még igen, tárgyalás alatt van Villám Gézával, ez a Rozsdától a Dicsőségig film, még egyelőre a technikát szervezzük hozzá, de a lényeg az, hogy a túrázás, overlanding, szóval mindenki, akinek terepjárója van, vagy csak szeretne elmenni a természetben, szeret sátrazni, így készülne a nyára, ez most egyre nagyobb divat, az jöjjön, mert valami ilyesmi lesz a sztori, tetősátrakat elő. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Hello! A műsor támogatta a használtautó.hu.